ügyintézés az adóhivatalnál. Befizetnek, igazolásokat kérnek az ügyfelek. A bevallásokon, az első ellenőrzéseken és a minősítéseken is túl vannak. Ugyanis idén már a magánszemélyeket is az első negyedévben besorolták a megbízható, kockázatos vagy egyéb kategóriába. Ebben a hónapban a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat, illetve az áfa fizetésre kötelezetteket is elkezdi minősíteni a NAV. A minősített adózókat kockázatos, illetve megbízható besorolásba tesszük. A megbízható besorolásba első adózókat kedvező bebírálás alá vesszük, hiszen az első ellenőrzéskor nem feltétlenül mulasztási bírsággal sújtjuk, hanem lehetősége van arra, hogy ilyenkor egy felszólítás keretében teljesítse az adófizetés, illetve a mulasztási kötelezettségét. A megbízható adózóknak további kedvezmények járnak. A táblázatban foglaltak szerint 45 napon belül kapják meg a visszaigényelt áfát, az ellenőrzés határideje esetükben 180 nap. A kötelezettségeik mulasztása esetén felszólítást, nem bírságot kapnak. Pótlékmentes részletfizetést kérhetnek 10 és 500 ezer forintig adótartozásukra. Az első negyedévben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 15 ezer adózót minősítettek, ebből 5300-an kaptak megbízható minősítést. Kockázatos besorolást az 500 ezer forint feletti adótartozásnál határoznak meg, vagy csődeljárás felszámolás alatt álló cégeknél. A minősítést negyedévente végzi a hatóság, amit elektronikusan juttatnak el az adózókhoz.